A jövőben a titkos receptünk az a digitális átállás lesz, tehát mind a hatékonyságban, mind versenyképességben, mind növekedésben, egyensúlyi növekedésben, igenis a digitalizáció fogja és szövi át a mindennapjainkat. Szemerei Népataki Klaudia digitális kompetenciafejlesztés egy megyei város szintjén címmel tartott előadást tegnap a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A városvezető kiemelte, a fejlődés egyik kulcsa, ha intenzíven foglalkozunk a digitális átállással a közszolgáltatások területén. Azt gondolom, hogy ez a jövő. Én ezt tartom egy fejlődésünknek a kulcs motivációjának, hogy a digitális átállással igenis intenzíven kell foglalkozni a közszolgáltatások területén. Mi erre nagyon jó példákkal tudunk szolgálni, és ezért is örülök ennek a meghívásnak, hogy ezeket a gyakorlatokat, jó példákat meg tudom osztani. Egyrészt az új hallgatókkal is, akik a jövőbeli munkatársaink lesznek a közszolgáltatások területén. Másrészt pedig ugye más városok, más térségek, kormányzási hivatalok képviselői részére is el tudom mondani azokat a fejlesztéseket, innovatív megoldásokat, amelyeket a településfejlesztés során mi már Kecskeméten több mint 10 éve folyamatosan fejlesztünk és alkalmazunk. A helyi versenyképesség és digitális fejlesztések című workshopon Kecskemét polgármestere 2 a városban jól működő innovatív területet emelt ki, amelyek a digitális átállást nagy mértékben elősegítik. 2 legnagyobb vívmányunk, azt gondolom, amire országosan kiemelkedőek és büszkék lehetünk kecskemétiek. Az egyik a közbiztonság terén elért kamerahálózat fejlesztése, és a mögötte húzódó szakmai tartalom, amit a rendőrséggel és a városrendészettel közösen teszünk. Ez a több mint 400 kamera figyeli már Kecskemétnek közbiztonságát és a nyugodt életét, és segíti a bűnmegelőzés, bűnüldözés és akár az illegális szemétkezelésben, vagy akár bármilyen közlekedési, forgalomirányítási és egyéb problémákban a város működését. A másik terület pedig a térinformatikai rendszer. Az a 320 négyzetkilométer, amelyen a városunk közigazgatásilag elterül, azért város üzemeltetés és fejlesztés szempontjából nagyon nagy kihívások elé állítja a kollégáimat, és ezt a térinformatikai digitális rendszer nélkül, mesterséges intelligencia felhasználásával bölcs, jó, okos döntéseket nagyon nehéz lenne hozni. Nekünk ez egy hatékony és jó eszköz a mindennapi munkánkban. A térinformatikai rendszer, melynek alapja a térképes földrajzi információs rendszer, hatékony segítséget nyújt a városnak. Ennek a számítógépes rendszernek a segítségével zajlik többek között Kecskeméten a város zöld területi fejlesztése, de hasznos segítséget ad szakembereknek a közműtervezéseknél és a csapadék elvezetésnél is. A rendszer jól működik a polgármesteri hivatalban, a városüzemeltetésnél, és folyamatban van több terület bekapcsolása is. A polgármester előadásában hangsúlyozta azt is, hogy egy településnek sajátosnak kell lennie, ezzel párhuzamosan pedig törekednie kell az egységre is. Különlegesnek kell lennünk, tehát amikor valami helyi versenyképességről beszélünk, még mindig nagyon fontos szempont a különlegesség, az egyediség, a sajátosság, ami megkülönböztet mindenki mást a közösségtől és a környezetétől, illetve ugyan a különlegesség mellett azért érdemes mindig törekedni az egyensúlyra és az egyensúlyi növekedésre. Szemereiné Pataki Klaudia beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben Kecskemét nagy fejlődésen ment és megy keresztül. Ez részben a város területén működő Mercedes gyárnak is köszönhető. A polgármester ismertette azt is, hogy a város fejlődéséhez a gyár jelenléte nagy mértékben hozzájárul, új munkahelyeket teremtett, amely meghaladja a 10 000 főt.